Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Nagyné Juhász Krisztina, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat Központ és Városi Bölcsöde vezetője. Hát röviden csak a családvédelmi, erről beszélgetünk, a családvédelemről, hiszen a közelmúltban volt egy hagyományos, tehát ami törvény által előírt, jogszabály által előírt, ugye a gyermekvédelmi tanácskozás volt február végén. És ugye itt szintén hagyományosan az elmúlt évet kell értékelni. Ennek a beszámolónak volt egy központi része, amely egy futópályázatról szól, ez pedig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson címet viseli, tehát elég terjedelmes volt ez a beszámoló, de hát mindemellett azért a hagyományos úgymond az alapellátásról is szó esett, tehát a különböző területekről, amelyekben tevékenykedik a szolgálat, a célcsoportokról és hasonlóakról. Mielőtt a pályázatról beszélnénk, Krisztina, nagyon röviden, mit tudunk elmondani a 2017-es esztendejéről a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak? Itt most a bölcsödéről annyira talán elség szó. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Az elmúlt év Hajdúnánás városában körülbelül a hátrányos és nehéz sorban élő gyermekek, családok szempontjából egy olyan 15%-os képet mutat. Ennek oka az, hogy régen ugye volt, hogy 35% is volt, egy jogszabályi változás következtében ugye szükséges egy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, tehát egy jövedelemfüggés, illetve az, hogy valaki több hátránnyal rendelkezzen, tehát halmozottan hátrányos helyzetű legyen, pedig még ez egy alacsony iskolázottság, vagy egy rossz szociális környezet, rendkívüli rossz lakásviszonyok, vagy szegregátumban való életfeltételek. Tehát maga a jogszabály is csökkentette ugye a hátrányos helyzethez való definíció révén azoknak az embereknek a számát, akik ide besorolhatók, de másfelől pedig az iskola óvoda meglátására is kíváncsiak vagyunk, hogy ők milyen problémákat tapasztalnak, mint jelzőrendszeri tagok a köznevelési intézményekbe, és nem elsősorban már az anyagi problémák voltak a jellemzők, hanem inkább a gyermeknevelési problémák, a gyermek magatartás beilleszkedési zavarainak a problémái, illetve maga azok az együttműködési bökkenők, amiket esetleg a pedagógusok és a szülők a közös munka során tapasztalnak. Emellett városi szinten, tehát nem csak az oktatási nevelési intézmények, hanem akár a gyámhivatal részéről, vagy a rendőrség részéről tapasztalt problémák, azok az elhanyagolás, itt akár a fizikai, vagy a gyermekek érzelmi elhanyagolás, ami egyébként nagyon nehezen lehet bizonyítani, de akár előfordultak már gyámhivatali határozat vagy kötelezésen alapuló kapcsolattartási problémák, ahol elváltak a szülők, és nagyon nehéz a külön élő szülővel a gyermeknek a találkozását, kapcsolattartását megvalósítani. Tehát elég összetett probléma halmazzal néztünk szembe, de itt már nem elsősorban az anyagi problémákról szóltak. És azt gondolom, hogy ez a nehezebb. Egyrészt említetted, nagyon nehéz bizonyítani, hogy ezek a dolgok, ezek valóban úgy történnek, ahogy. És igazából ugye működik a jelzőrendszer, tehát ugye látogatok bizonyos családokat, de hogy a szomszédok tehát, hogy akik a közvetlen környezetben élnek, azok mennyire tudnak belelátni ezeknek a családoknak az életébe, mert, és én most más esetekre utalok, ugye nagyon sokszor hallunk, látunk a televízióban olyan családi tragédiákról, amikor a szomszédok azt mondják, hogy igazából rendes család, nem láttunk semmit, nem volt semmi jele, és mégis a falak mögött szörnyű tragédiák zajlanak. Hogy lehet erről tudomást szerezni? Még jobban oda kell figyelni mondjuk a pedagógusoknak, hiszen azért a nap nagy részében ők a gyerekekkel vannak.
Igen, ezek egyedi esetek, aztán ugye minden egyedi esethez egyedi feltárási módszer is szokott tartozni. Általában a szomszédok kevésbé látnak bele, ha meg belelátnak és jeleznek, az már valamilyen zajos előzmény következtében történik. Amikor jelzést kapunk, és gyermekek esetén az leginkább az óvodák, iskoláktól érkező jelzés lehet, tehát a pedagógus már valamit tapasztal, vagy étkezés nélkül megy a gyermek, tehát tapasztalható, hogy nincs rendesen otthon ellátva a gyermek, vagy hiányos felszerelésben, nem az évszaknak megfelelően van öltöztetve a gyermek, benti iskolai felszerelése sincs rendben, esetleg zaklatott a gyerek, kimerült, fáradt, szúnyadórán. Igen, tehát ez a magatartásában nagyon meglátszik, és ilyenkor mindig jelez a pedagógus, és akkor kéri a segítséget. A szolgálat szakemberei meglátogatják a családot, és ott már azért lehetőség van ugye a szülőkkel való beszélgetésre, illetve beszélgetnek a gyermekkel, és megnézik a otthoni helyzetet, akkor már általában a szülők azért, még ha nehezebben is lehet, hogy egy alkalom nem is elég rá, de 2-3 alkalommal már esetleg feltárják a problémákat. Lehet, hogy az a probléma, amit a szülő észlel, nem az a probléma lesz, amit egy szakember észlel, de utána ezt is meg kell beszélni. Például előfordulnak olyan esetek, hogy a gyermek zaklatott, és hát a szülő elmondja, hogy nem tudja okát, hogy miért zaklatott, hiszen otthon egy nagyon nyugodt helyzet van, egy jó, szerető családi légkör, és akkor következő alkalommal pedig esetleg kiderül, hogy egyáltalán nem olyan szerető az a családi légkör, nagyon sok feszültség van, akár a szülők egymás közti párkapcsolatában, vagy csatlakozhat hozzá egy szenvedélybetegség, akár egy úgymond alkoholizmus, amivel esetleg találkozunk, és ehhez veszekedések társulnak, a gyermek már nem szeret otthon lenni, ilyen is előfordul, hogy inkább eljárkál iskola után a városban, és későbben megy haza, hogy addig is minél kevesebbet lásson ebből a konfliktusból. Hát ilyenkor kell majd a szakembernek belépni, és akár pszichológus, akár bármilyen más segítséget ajánlani, illetve ha úgy látja az egyén, hogy tényleg ő is problémának érez egy alkoholizmust, akkor ugye ezt lehet kezeltetni. De ez mindenképp magának, a személynek is be kell látni, és együtt kell működni. A nehezebb helyzet az, hogyha már hatósági intézkedésre is sor kerülhet, hogyha a gyermek teljesen van hanyagolva, akkor kerülhet sor hatósági intézkedésre, vagy akár bántalmazás, de az már egy nagyon súlyos kategória, inkább az elhanyagolás jellemző. Nagyon egyszerűen elképzelve teljes gondozatlan, ápolatlan a gyermek, esetleg csak annyi étkezésben részesül, amennyit egy intézményben tud kapni. Na, ilyen esetben már mindenképp szükséges a gyámhivatalnak a közbelépése, és akkor kötelezi a szülőt a helyzet megszüntetésére. Nagyon ritka esetben javasolja a központ a gyermek kiemelését a családból, de mindig akad rá egy-két példa. Itt vagy oly mértékű már a gyermekbántalmazás, amint mondtam, a lelkit, azt nagyon nehéz bizonyítani, a fizikait könnyű ugye bizonyítani, hiszen annak külsérelmi nyomai vannak a gyermeken, hogy már tovább abban a környezetben nem maradhat, és járási szinten bizony előfordul a szülők bűnöző életmódja, és kérdéses, hogy a 2-3 éves gyermek akár egy
lakásfosztogatásnál velük tart, vagy ha nem, akkor hol van, hiszen akkor meg felügyelet nélkül van a pici gyermek. Tehát ilyenkor megint, hogyha a szülők bűnöző életmódot folytatnak, végig kell gondolni, hogy hol lehet azt a gyermeket elhelyezni. És ami most már újabb problémaként jelent meg, és eddig nem volt, ez inkább a szociális segítő munkában jellemző, tehát nem a hatósági intézkedéseknél, amikor a szülők vagy valamelyik szülő külföldre megy munkát vállalni. Igen, erről is szóltál, hogy tehát ez egy új, ez egy az új életmód változással újabb területek jönnek be. Igen, hát ez komoly kérdés, hiszen ha leginkább az apa vagy fiatal férfiak is ugye kimennek a jobb keresett lehetőségébe, vagy hiteleik, tartozásaik vannak, azért mennek külföldre, hogy azt tudják rendezni, vagy lakást akarnak vásárolni, tehát mindig valamilyen céllal mennek ki általában a családfők, és ilyenkor a gyermek sok esetben ezt nagyon-nagyon nehezen viseli, és nehezen dolgozza fel, illetve az anyára is ránehezedik mindaz a teher, amit egy harmonikusan jól működő családban azért a családfő viselt. Ebben az esetben szintén nagyon-nagyon nehéz a gyermekekkel, mert sok esetben elkedvetlenednek, szomorúvá válnak, nem teljesítenek úgy az iskolában, és az iskola általában azért jelez, mert szétszórt vagy figyelmetlen a gyermek, meg nincsenek olyan jó eredményei, jó jegyei, mint azelőtt voltak. Ha mindkét szülő kimegy, ezzel is szembesülünk, akkor viszont családba fogadás történik, tehát a gyermeket először nem viszik ki, hanem megpróbálnak ott együtt pénzt keresni a szülők, és vagy a nagymama, vagy a nagynéni, valamelyik közeli rokon fogadja a családba a gyermeket, és ilyenkor megint mégiscsak ismeri ugyan a gyermek a rokon, de mégis egy új családba kerül, tehát mégis változik az a környezet, ahol addig volt. Ilyenkor eltelik fél év, egy év, hogyha a szülő nem jön haza és nem itthon folytatja tovább a munkát és a tevékenységet, akkor bizony gyakorta tapasztaljuk, hogy viszik utána a gyerekeket, és mikor már úgy gondolják, hogy ott megteremtődött egy biztosabb háttér, akkor családostól elmennek a fiatalok. Tehát és ez egy nagyon komoly probléma. És akkor ez itt nálunk is már, a mi környezetünkben is, akkor ez már, tehát nem egyedi eset, hanem akkor ebből már járási szinten fordul elő inkább, de igen, itt Hajdúnánáson is egy olyan 15-20 gyermek már úgy hiányzik ebből a rendszerből az elmúlt éveket tekintve is, akik biztosan tudjuk, hogy már külföldre mentek, és nagyon fontos azon gondolkozni, hogy tényleg ez ne legyen egy tendencia, egy tömeges folyamat, hogy a családok külföldön próbálnak megboldogulni. Szerencsésebb eset szokott az lenni, amikor tényleg bejön egy fiatal, és elmondja, hogy elvégezte a iskolát, és valamilyen szakmát szerzett, azzal kimegy, esetleg megnézi a világot, keres egy kis pénzt, de ilyen is van, de ugye az még úgy problémaként, mint egyedülálló, hogy elmegy, nem jelentkezik, hanem a családnak a távozása jelent problémát, ugye ha elmegy mindkét szülő, ilyen is van, ugye, és akkor itt marad a többi családtagra a gyermek, és azok viselik gondját, amíg a szülők külföldön vannak. Tehát akkor korunk új jelensége, mindazonáltal, hogy munkaerő elvándorlás, de hát akkor ez demográfiai problémaként is
Igen. Jelentkezik ilyen szinten. Nyugat-Magyarországon már ez a probléma, ugye ott könnyebben átjártak Ausztriába is a határon munkavállalónak a fiatalok, ott pedig már megszülettek ezekből a vegyes kapcsolatokból a gyermekek, és Nyugat-Magyarországon már a külön élő, gyermektől külön élő szülő ugye jár látogatni, kapcsolatot tartani a gyermekkel, és már ez is egy problémát jelez, ugye ennek a gyakorisága, a helyet sok esetben már a központok biztosítják, mert ha úgy megromlott a szülők közt a kapcsolat, hogy már otthon nem is tudja, leginkább anyánál van például a gyermek itt Magyarországon, az apa külföldről meglátogatni, és bizony előfordul olyan, hogy az apa a gyermekkel a központban tartja a kapcsolatot, és esetleg olyan nyelven beszél, ahol mihez tolmácsra lenne szükség, ilyen is előfordul, úgyhogy ez már egy megint más típusú probléma, amire fel kell készülni. Így van. Nagyon röviden még az általános tevékenységetek, az idősek segítése. Ugye évek óta folyik a Segítő Kezek program. Mit tudunk most erről elmondani, tényleg egy-két mondatban? Az önkormányzat mindig nagyon fontosnak tartotta a 80 év felettieknek a megsegítését. Ugyanúgy megy tovább ebben az évben is ez a program, mint eddig ment. Nagyon sok idős kéri, akár 80-90 idős embernek az ellátása is történik, ezek inkább egyedül élő idősek, azt próbáljuk megakadályozni, hogy ne magányosodjanak el, és tényleg minden nap valaki meglátogassa őket, beszélgessenek, olvassanak velük, és ez a funkció most kiegészült még a takarítással, tehát azoknak a lakásrészeknek, udvarjárdarésznek a takarításával, amivel éppen például egy házi segítségnyújtó nem foglalkozik. No, akkor röviden ennyi volt ugye az általános, tehát mondjuk az alap tevékenység, alapellátás, és akkor most beszéljünk egy picit erről a pályázatról, hiszen a nagy pályázatról van szó, és ugye erről is szó esett már, hogy igazából amit ti most még pályázatként valósítotok meg, ugye ez a tevékenység, ez a szociális segítői tevékenység, ez év szeptemberétől viszont kötelező lesz az intézményekben. Tehát sajátos helyzetben van most ez a pályázat megvalósítás. De kezdjük a legelején, milyen célcsoportokat céloz meg ez a pályázat? Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység az 54 központban kapott támogatást az országban, és ebből lenne, ezekből a tapasztalatokból, ami az 54 központban összegyűlik, kidolgozva a jogszabály, ami alapján szeptembertől minden óvodai és iskolai egységet el kellene érni a központoknak. Jelen pillanatban majdnem 40 millió forintot nyertünk ugye erre a pályázatra, és jelen pillanatban nálunk minden egyes óvodába, iskolába megjelenik a szociális segítő Hajdúnánáson, illetve Újtikos és Tiszagyulaháza településekre járunk még ki. Szeptember 1-től pedig Polgár és Görbeháza településeket is el kell látnunk. A pályázat 1500 gyermekre egy szociális segítő alkalmazását tette lehetővé. Jelen pillanatban, ami még ugye változhat, a jogszabályi tervezet, az körülbelül 1000 gyermekre határoz meg egy szociális segítőt, de a tapasztalatok alapján még ezt is soknak találjuk. Nyugat-Európában 600 gyermek tartozik általában egy szociális segítőhöz, tehát ezen még gondolkozni kell a jogszabályalkotóknak is. A feladat az egész populáció elérése, elsődleges prevencióban a hangsúly. Itt nem csak a gyermekek elérése, hanem a szülők elérése, pedagógusok elérése, ugye a jelzőrendszernek a működtetését foglalja be, mindenféle gyermekvédelmi feladatnak a koordinálását.
Ennek a célja az lenne, hogy minél kevesebb probléma legyen, és a pedagógusok munkáját segítse a szociális segítő, úgymond tehermentesítse őket, hogy tényleg az oktatásra tudjanak koncentrálni, és egyéb problémákra ne kelljen az energiát pocsékolni. Így tehát egyéni tanácsadást adnak ezek a szakemberek, csoportos prevenciós munkát végeznek és közösségét. Az egyéni tanácsadást azt mindenkinek biztosítják, tehát már a gyermek is keresheti őket egy-egy problémával, a pedagógus és a szülő is. Ilyen probléma lehet akár a gyermekek közötti életkori krízisekből egy kamaszkori probléma is lehet, vagy akár az osztályba való beilleszkedés problémája, de akár egy egyszerűbb kis barátsággal, vagy gyermekek klikkesedéséből, vagy egymás közti konfliktusából eredő probléma is. A pedagógusok pedig szintén megkereshetik akár gyermekre vonatkozó problémával, akár valamilyen közös módszer kidolgozásával kapcsolatban is. Tehát ha most jól emlékszem, akkor az elmúlt év őszén novembere körül indult ez a konkrét tevékenység az iskolában, óvodánkban. Hát egy olyan nagyjából fél év telt el. Mi a tapasztalat? Hiszen gondolom mindenki gondosan gyűjtögeti a tapasztalatokat, tehát hogy adminisztráció van vele, gondolom, bőven. Tehát mennyire keresik, mennyire vették igénybe esetleg ezt, mennyire tudnak róla, hogy boldogulnak a segítők az intézményekben? A pályázat elején 250 kérdőívet osztottunk ki, kifejezetten a gyerekeknek, 7. osztálytól felfelé 13. évfolyamig, és kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan oldják meg a gyerekek maguknak a problémáját. Örültünk annak, hogy 88% azért a problémát otthon bent beszéli, főleg az anyával, kevesebb részük az apával, de az anyával megosztják a problémát, és 54%-uk ebből a 88%-ból megbeszéli még a baráttal is. Tehát azért a kortárs csoportnak, a gyerekeknek a szerepe, a véleménye is döntő egy probléma megoldásában, nem csak a szülői. Mindemellett mindössze a 250 kitöltő gyermekből, fiatalból csak 5 írta azt, hogy ő a pedagógussal is megbeszéli a problémát. Tehát azt jelenti, hogy nem közvetítik az iskola felé a problémájukat, hanem otthon rendezik, ez szerencse egyébként, illetve a baráttal. Kíváncsiak voltunk, hogy egy úgymond vadidegen személy, mint egy szociális segítő, aki belép ebbe az iskolai környezetbe, megkeresésre kerülne a problémával. 64% a gyerekeknek azt mondta, hogy nem keresné meg, de szinte a fele azt mondta, hogy még ugye nem ismerik ezt a személyt igazából, nem is igazán fogadná el a tanácsait. Tehát nagyon fontos az, hogy egy olyan rendszer épüljön ki, hogy a gyermekek is tudják, hogy azt a szociális segítőt egyébként is köti a titoktartás, tehát az a probléma, hogyha nem olyan súlyos veszélyeztető, hogy a gyermeket rendkívül rossz, súlyos helyzetbe hozna, az ott is marad, és tényleg lehet tőle segítséget, tanácsot kérni, addig nem fognak a gyermekek megnyílni. Tehát ez egy bizalmi kapcsolaton épül. Meg idő is kell hozzá. Sok idő szükséges. Személyiségtől is nagyon sok minden függ, hogy ki. Igen, tehát még így a kezdeteknél, majd több éves munka után lehet ezt érdemben újra mérni, amikor már tényleg lesz egy hagyománya, mert Nyugat-Európában tényleg már olyan hagyománya van itt több évtized után ennek, hogy nyugodtan bemennek a gyerekek és elmondják, mert tudják, hogy olyan segítséget kapnak, ami a szükséges, akkor ott marad kettejük között, és megoldást is kapnak a problémára.
A pedagógusokkal nagyon jó az együttműködés, ők látják azt, hogy ez tényleg egy olyan segítő folyamat lenne, ami a terheiket csökkenti. A szülőknél viszont nagyon nehéz a mozgósítás, akár egy szülőklub szervezésében, vagy akár megjelenjenek egy-egy adott témában, nem nagyon mozdulnak a szülők, rendkívül nehéz őket bármilyen programba is bevonni. Úgyhogy itt szeretném ismét meghívni az óvodába, iskolába járó gyermekek szüleit a szülőklubokra, ahol ők maguk is hozhatnak témát, javasolhatnak, kérhetnek előadót is, és igyekszünk a kéréseknek eleget tenni. Pedig egyébként más alkalmakkor a szülők nagyon jól mozgósíthatók, tehát vannak, hát olvasom, hírt hallunk óvodákban ilyen-olyan programokról, és nagyon sok szülő elmegy. Úgy gondolják, hogy ez... Tehát eleve, hogy szociális családvédelem, akkor itt ez már problémás terület, és akkor inkább oda nem megyek, talán ez lehet, vagy nem. Tehát egész egyszerűen felfoghatatlan, mert tényleg tehát számtalan olyan intézményi rendezvény van, ahol ott vannak a szülők is. Tehát azért az iskolai szülőklubok is nagyon ritkán működtek felénk, és megnéztünk már több lehetőséget, hogy mi az, amivel mégis ezt lehetne behozni, vagy jó gyakorlattá tenni. Általában olyan 10-15 éves múltra egy jól működő szülőklub visszatekint egy-egy intézményben, és itt azért ilyen jelentős múlttal még nem rendelkezünk, de idővel úgy gondolom, hogy csak fel lehet valahogy kelteni az érdeklődést. Tehát akkor csak kitartó munka kérdése, igen, és időkérdése az egész, hogy mikor érik meg arra a szintre, hogy tényleg a szülő is lássa, hogy ide érdemes lenne elmenni. No, hát akkor ez a témákat közösen kell feladat. Mindenképpen, tehát nem lehet felülről erőltetett témákkal úgy gondolom senkit becsorogatni, hanem ennek az lenne a lényege, hogy bárki bármilyen témával jöhet, és akkor arról el lehet beszélgetni, és a beszélgetés végén az lenne jó, ha valamilyen problémára még megoldási javaslatok is születnének, amit megint tovább lehet vinni, és tényleg megoldásra kerülnének. Például Nyugat-Európában ugye vannak olyan iskolaközpontú modellek, ahol kifejezetten arra fókuszál a szociális segítő, hogyha van egy diszfunkcionális működés az iskolában, például a szülők vagy pedagógusok közt nem olyan jó a kapcsolat, például egy nagyon nagy kulturális különbség van. Ilyen például Amerikában vannak ezek az úgymond szegényebb iskolák, és van egy nagy kulturális szakadék, akkor ezeket valahogy kiegyenlítse, és a gyereknek olyan programokat találjanak ki, ami mondjuk pénzben nem igazán kerül, csak energiába, és abban mindenki részt vesz, és ezen keresztül lesz majd sikeres a gyermek az iskolában. Tehát a egyéni képességeit is megtalálja a gyereknek, és a szülőt is bevonja. Tehát ez még hosszú fejlődési út nálunk. Így van, és hát azt is gondolom, hogy tehát ugye gyerek, szülő, pedagógus, tehát több tényezős, és mellette pedig ti vagytok ott a koordinálás középpontjában, hogy jó gyakorlatot említetted már, módszerek, modellek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán kitapogatni, letapogatni annak a helyi közösségnek az érzékenységét, hogy mivel lehetne őket becsalogatni, közös nevezőre jutni, fogadókésznek lenni mindegyik oldalról, hogy közösen akkor hát ha többre jutnánk, jutnátok. Milyen modelleket, mit követtek ti? Módszerek, modellek? Többféle modell van, amit szintén azért már úgy megnézegettünk. Nálunk úgy gondolom, hogy az semmiképp sem jöhet szóba, mint vannak országok, ahol egy ilyen szociális intézményi, úgymond szociálpedagógiai típusúvá akarnak tenni egy oktatási intézményt. Tehát én nem gondolom, hogy az oktatás folyamatában bárhogy is bele kell folyni. Pont az lenne a lényeg, hogy a pedagógusokat az ilyen szociális és egyéb problémáktól tehermentesítsük.
a gyerek teljesítő képességét lenne szükséges növelni, tehát hogy jól, sikeresen érezze magát az iskolába. Na most a sikeres meg, hogy eredményes legyen, itt pedig mindenképp a gyereket kellene a középpontba helyezni, a szociális segítőnek és a pedagógusnak is. Tehát a szociális segítő, mikor bemegy egy csoportfoglalkozást megtartani egy általános prevenciós témában, akkor azt úgy kell megtartania, hogy az a gyerek számára szórakoztató és élvezetes legyen. Tehát semmiképpen sem egy olyan típusú előadást kell tartani, ami a száraz információ közlés, hanem be kell vonni ezeket a gyerekeket. Na most ilyen előadásokat indítottunk, illetve nagyon sokat készült rá a két kolléganő, és jó visszajelzések vannak. Na most itt nem csak a jogokat és a, úgymond, ami a gyermeknek jár, kell közvetíteni, hanem a kötelességeket is. Nagyon gyakorta elfelejtik maguk a gyermekek is, hogy bizony nekem kötelező itt iskolába járni, meg hát azért járnék én iskolába, hogy a legjobb tudásomnak megfelelően produkáljak eredményeket, tehát ezek a beszélgetések, csoportfoglalkozások arra szolgálnának, hogy a gyermekek megértsék, hogy tényleg az ő érdekük is, hogy jó eredménnyel szerepeljenek az iskolába, és később, ugye még nehezen értik ezt kisebb korban, de hogy befolyásolja majd a későbbi életüket, akár a pályaválasztásukat is. És éppen ezért korcsoportonként különböző foglalkozások vannak, különböző témák vannak feldolgozva, így például egy alsós osztályban, vagy egy óvodai nagy csoportban már megismerkednek azzal, hogy miért is kell például egy kisgyereknek az, hogy neve legyen. Úgyhogy meg tudjunk különböztetni a gyerekeket egymástól, meg tudjuk egymást szólítani, tudjunk beszélni. Tehát innen indulunk, és teljesen feljövünk akár egy olyan joghoz, hogy nagyon jó, hogy jogunk van ahhoz, hogy mit tanulhatunk, mert ugye vannak országok, ahol még ez sem teljesen megoldott, és nagyon jó, hogy mi azért képezhetjük magunkat, és akkor már a vége az, hogy merre lenne jó, hogy haladjon ez a képzés, és egy 17-18 éves gyermek bizony megfogalmazhat már itt egy saját maga világnézetét is, hogy ő mondjuk miért akar kőműves lenni, mert szerencsére még ilyen is van, vagy a másik, hogy miért akar programozó lenni, és akkor már megint egy jó beszélgetés alakul ki, amit tovább lehet vinni. Tehát a gyerekek ezeken a foglalkozásokon, hogy nem csak ülnek és nem csak a tananyagra figyelnek, azért mégiscsak egy jó kis közösség is tudnak kovácsolódni. Hát meg hogy feltétlenül kötetlen keretek közt zajlik ez az egész, tehát én ilyen nagyon egyszerűen úgy fogalmazom, hogy a gyerekek szabad idejének olyan fajta, megint talán nem jó szó, de hasznos eltöltése, ami mindenféleképpen az ő javukra is válik, hiszen nem biztos, hogy otthon, családban mindezekről szó esik. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, amikről beszéltek. És azt gondolom, bár szóltunk az elején arról, de most azt hiszem fontos megerősíteni, hogy ezek a csoportos foglalkozások, közösségi foglalkozások, ezek nem csak a hátrányos helyzetű, vagy éppen szociálisan rászorult gyerekeknek szólnak, hanem mindenkinek. Tehát az adott osztálynak, óvodai csoportnak, tehát ebben mindenki beletartozik. Mindenki. A teljes populáció, tehát az összes gyermek elérése a cél, és itt figyelni kell arra, hogy mikor egy kompetenciafejlesztő foglalkozás elindult, akkor ugye vannak a hátrányos helyzetűek számára egy kompetenciafejlesztő foglalkozás, de ugyanígy például aki kevésbé szereti vagy tudja követni a szabályokat, vannak ilyen fiatalok is, azoknak külön egy más típusú kompetenciafejlesztő foglalkozás, vagy érzékenyítő szociális kompetenciák fejlesztésére irányuló foglalkozás is van, vagy önismereti foglalkozás is van. Ide természetes, hogy a szociális segítőn kívül
szakember, akár pszichológus vagy mentálhigiénikus meghívására is sor kerül, és ezek a foglalkozások tényleg nagyon sikeresen zajlanak, mert mikor az egy 16-17 éves fiatal is azt mondja, hogy na jó volt ez a foglalkozás, mert most rájöttem, hogy nem is teljes olyan vagyok, amilyennek én képzeltem magam. És hát az önismeret fejlesztése. Igen, az önismeret, és ez tényleg egy olyan játékos feladattal ért el, amit azt mondott, hogy na otthon el is fogja mesélni, és akkor majd még a hasonló barátokkal, akikkel nem egy osztályba jár, ki is fogják próbálni. Tehát ez már megint tovább vitte, és akkor elhangzik, hogy tényleg jó ez a foglalkozás, és hasznos. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, ha a gyermekek jól éreznék magukat elsősorban ezen a foglalkozáson. Ez minden bizonnyal nagyon dicséretes és nagyon-nagyon szép szándék, és reméljük, hogy ez meg is valósul. Csak most nagy kérdés az, hogy tehát, hogy amit itt elsoroltál, az azért én említetted 1500-600 gyerekre egy szociális segítő. Hát hogyha végigmegy minden osztályon, csoporton, nem tudom, tehát ezt nem igen lehet fizikálisan, de mentálisan sem nagyon bírni. Van erre valamiféle fajta forrás, vagy lehetőség, vagy kilátás legalább, hogy akkor ezen az egy segítőn kívül még esetleg másokat bevonni, mert akkor ez az, miután ugye nem csak kifejezetten célzott csoportok, hanem az egész populációra kiterjedt. Tehát ebben mindenki benne van, aki az adott intézményekben van. Hogy álltok ti szakemberrel, segítőkkel? 3000 gyermekre van most lehetőség, hogy ellássa 2 szociális segítő, és ugye szeptembertől, mint említettem, a járás összes településére ki kell terjeszteni. Elvileg körülbelül 1000 gyerekre lesz egy szociális segítő. Ez is összesen 4 státuszt jelent majd körülbelül. Forrást a költségvetésben fogunk rá kapni, tehát állami normatíva fog erre érkezni. Itt az lesz majd a kérdés, hogy el tudunk-e haladni Nyugat-Európa felé, és tényleg 5-600 gyerek jusson egy szociális segítőre, hiszen a prevenció meg ezt indokolná. A másik, hogy magának a szociális segítőnek és talpra esetnek kell lenni abba a kérdésbe, hogy az állandó csoportokra szabott foglalkozást nyújtsa. Tehát az állandó csoportokban mindig ugyanazok a gyerekek vannak, adott rendszerességgel találkoznak, és mindig egy-egy témát dolgoznak fel. Ez olyan csoportoknál jelentős, ahol hátrányos helyzetű gyermekekből adódik egy csoport, vagy például, mint mondtam, akik a kötelezettségeket nehezebben viselik, esetleg szabálysértők, de ugyanilyen fontos lehet egy önismereti csoport is, ahová szintén a gyerekek nagyon szeretnek járni, tehát ezek mindig menni kell ezeknek a csoportoknak, ezek folyamatosan találkoznak, míg az általános elsődleges prevenció pedig például egy házi rendismertetés, az folyamatosan történik az osztályokban, vagy a gyermeki jogok ismertetése. Tehát ki van töltve a munkaideje a szociális segítőnek elég rendesen, de tehát 1000 gyermek is sok lesz rá, ez már most látható. Arra szeretnénk eljutni, hogy kevesebb gyermek tartozzon egy-egy szociális segítőhöz. Hát akkor ez legyen így, hogy tényleg minél eredményesebben tudjatok dolgozni, annál is inkább, mert azért itt most majd egy furcsa helyzet fog előállni, hiszen még fut a pályázatotok, de már szeptembertől kötelező, tehát de ezt majd ti megoldjátok, nagyon ügyesek vagytok. Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy picit bővebben tudtunk erről beszélgetni, hiszen minden évben ugye ott vagyunk ezen a gyermekvédelmi tanácskozáson, és minden évben elhangzik egy-két mondat az előző évről, de azt gondolom, hogy ez a pályázat, ez egy, ha nem is alapjaiban, de azt hiszem, hogy lényeges változásokat fog majd hozni ugye a szociális tevékenység területén, tehát érdemes azért erről picit bővebben is szót ejteni, és hogy hát, ha megismerik a szülők is, hiszen az, mint ahogy említetted is, nagyon fontos szereplői ennek a populációnak, ami
benti mozogtok ezen a területen. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és hát sok sikert a pályázat befejezéséhez és a folytatáshoz is. Köszönjük szépen!